Ezt, amikor valaki így elhízik, úgy hívják, hogy okádék. Ezt így tudnám jellemezni, mert nem igaz, hogy nem tudja a száján behúzni azt a kurva cipzárt. Na, ez csodálkozik, hogy 30 évesen felvágják az egész testét a patológián. Na mindegy. Így van. Én az ilyenektől teljesen kifeszülök. Nem bírom az ilyen embereket. Ennyi. Bemutatnám, Laci, hogy ezeket itt, milyen csodálatos éttermek, egy értelmes, természetes hatóanyagú, normális kaját nem kapsz. És itt költenek el a fiatalok, minden nap itt reggeliznek, mert itt az iskola, itt teszik ezt a sok moslék szart. A piac innen tudod mennyire van? Mennyi? 50 méterre? Igen. Nem, ide bejönnek és ezt az okádékot, és csodálkoznak, hogy zsír van a derekamon. Meg hogy megy tönkre, meg mi az a cellulitis, mi az a bőrük alatt az a sok íze. Ilyen vékony a kis csaj, de ilyen lyukacsok vannak a combján. És csodálkozik. Miért kell leülni megenni ezt a szart? Nem tud megcsinálni egy szendvicset? Nagyon kevesen csináljuk ezt, hogy egészségesen élünk. Itt ha körbenézel, meg most majd látod, hogy mit veszek ott a piacon, meg milyenek. Jó, drága, drágább, de legalább akkor így néz ki az ember. Úgyhogy egészségesen, meg fitten tart az edzés, de hát nagyon sok ismerős ugye ott vannak, tönkre vannak menve, hanem mindenki drogozik, iszik, szórakozik, szarik bele a világba. Aztán csodálkoznak, hogy nem találják meg az életnek az értelmét. Az edzés legalább ad egy gerincet. Fiataloknak és időseknek is van egy tartás. Persze ehhez kell azért az is, hogy legyen kitartás az embernek. Érdemes gyerekkortól elkezdeni.